Múlt héten pénteken Budapesten a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületében jelentették be, hogy a dél-koreai W Scope Nyíregyházán hozza létre első európai üzemét. Kedden délután Kok Jung-wan ügyvezető igazgató és Kovács Ferenc polgármester a Városházán írta alá azt az együttműködést, amely alapját képezi az építkezés megkezdésének. Cégünk az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliákat fogja gyártani itt Nyíregyházán. A szerződés, amelyet most aláírunk, azt tartalmazza, hogy cégünk 80 hektáros területet vásárol Nyíregyháza déli ipari parkjában. Itt fog felépülni az üzemünk. Nyíregyháza önkormányzata közelmúltban 427 hektáros területet vásárolt a Debreceni út közelében, amelyet ipari parkként hasznosít. A dél-koreai cég az első, amely ezen a területen hoz létre beruházást. A város vezetésnek hosszú távú tervei vannak az új partnerrel, Kovács Ferenc polgármester pedig abban bízik, hogy az újabb és újabb befektetők egyre több fiatalt vonzanak vissza Nyíregyházára. Mi azt tűztük ki célul, hogy azt a kivándorlási, elvándorlási folyamatot megállítjuk, ami Nyíregyházát és az egész megyét az elmúlt évtizedekben jellemezte. Szeretnénk a város jövőjének és gyerekeiknek azt a lehetőséget biztosítani, hogy elmennek tanulni azzal a határozott vágyal, hogy Nyíregyházára jöjjenek vissza, színvonalas munkahelyeket találva, hogy ezt a feltételt biztosítsuk, ehhez viszont csak az együttműködésünkön keresztül vezet az út. Miután a város és a cég vezetése a legtöbb alkalommal a Szindbádban egyeztetett, Kovács Ferenc az épületről készült festménnyel ajándékozta meg a dél-koreai cég igazgatóját. A W Scope nyíregyházi befektetése csak nem 300 milliárd forint összértékkel bír, ezért ez 2022 eddigi legnagyobb beruházása Magyarországon. Az 1200 munkahelyet teremtő üzemben a tervek szerint 2024-ben kezdődik meg a gyártás.